A háborús infláció és a brüsszeli elhibázott szankciós politika miatt egy újfajta teherviselésben mindenkinek részt kell vennie, így a pártoknak és a frakcióknak is, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője az országgyűlésben a frakció finanszírozási szabályok átalakításáról szóló vitában. A javaslatot azután nyújtották be, hogy a baloldali pártok 6 frakciót alakítottak, ami így a korábbiaknál sokkal több pénzbe kerülne az államnak, miközben a képviselőik száma csökkent az előző választáshoz képest. A teherviselésben a pártoknak és a frakcióknak is részt kell venniük. A baloldali frakciók támogatása 3 milliárddal, a kormánypártéja pedig 2 milliárd forinttal csökkenjen ebben a ciklusban. Emelte ki a Fidesz frakció vezetője az általa benyújtott törvénymódosítás általános vitájában az országgyűlésben. A pártoktól elvont támogatások a háborús infláció, az emelkedő energiaárak és a brüsszeli szankciós politika következményeinek ellensúlyozására létrehozott költségvetési alapokba kerülnek. Kocsis Máté arra hívta fel a figyelmet, hogy a 6 baloldali frakció többbe kerülne a jelenlegi ciklusban, mint az előzőben, úgy, hogy kevesebben is vannak. A frakciók támogatásának, vagy a parlamenti támogatásoknak a megoszlása az mégiscsak a választói akaraton kell, hogy nyugodjon. És most ugye nem éllel mondom, de mégiscsak a matek az matek. A baloldali pártok 4 év alatt elveszítettek 800 ezer szavazót, tehát nem fogadhatjuk el helyes elvként, hogy aki veszít 800 ezer szavazót, az még utána többe is kerüljön 3 milliárd forinttal. A Fidesz frakció vezetője úgy fogalmazott, picit joggal való visszaélés illata van, hogy a Gyurcsány lista 6 frakciót alakított a parlamentben. Bár azt a kampányban is elmondták, hogy így lesz. Kitért arra, hogy jelenlegi tudásuk szerint a 6 baloldali pártból 4 be sem jutna a parlamentbe, és csak a DK, valamint a Momentum tudna frakciót alakítani. Ehhez képest még 2-szer annyi párt akar részesülni a parlamenti mandátumszerzésből származó előnyökből, tette hozzá. A Demokratikus Koalíció vezérszónoka Arató Gergely szerint a javaslat azt mutatja, hogy a kormányoldalt zavarja az ellenzék parlamenti jelenléte. Mindent elkövetnek annak érdekében, hogy még nehezebbé tegyék az ellenzéki parlamenti munkát. Hajnal Miklós a Momentum vezérszónoka azt mondta, a javaslattal bemutatják, hogy a parlamenti működés egyoldalúan a kormánypártok kényekedve szerint változhat. A párbeszédes Jámbor András szerint a miniszterek és a miniszterelnök fizetését kellene csökkenteni 20%-kal, az nagyobb megtakarítást jelentene. A jobbikos Brenner Koloman szerint a kiegyensúlyozott polgári demokrácia szabályait sérti a változtatás. Az elmúlt 12 évben az egypárti túlhatalmat kiépítő Fidesz folyamatosan próbálja visszaszorítani az ellenzék politikai tevékenységének bármifajta támogatását. Novák Előd, a Mi Hazánk vezérszónoka azt mondta, támogatják, hogy kevesebb pénz jusson a jelenlegi helyzetben a frakcióknak. Hozzátette, fontos, hogy a politikusok tegyenek önmérsékletről tanúbizonyságot. Ugyanakkor bírálta az előterjesztésben szereplő új vagyonnyilatkozati rendszert. Hollik István, a KDNP vezérszónoka arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi szabályozás alapján majdnem 2-szer annyiba kerül az államnak egy baloldali képviselő, mint egy jobboldali. De a változtatás után is több pénz jut egy főre vetítve az ellenzékieknek.